Szevaszok, ismét itt vagyok önöknek, megmutassam, milyen operációs rendszert is használok. Miért is használom ezt az operációs rendszert? A legelső gondolatom ez, azért mert ingyenes, legális, nem kell érte fizetni, biztonságos, állandóan frissítések jönnek ki hozzá. Lényegében ennyi, a maga az operációs rendszer egy Ubuntu, ami egy Ubuntu asztali környezetet használ, amihoz minden szoftver szinte ingyenesen kapható. Az is kezdünk, mindjárt meg is mutatom, hogy honnan is jön a streamelés. Egy Off Studio-ban, melyik a Screen Software. És most fogjátok látni a képernyőmet, hogy mit is csinálok. Egy okot, és már láthassátok is, hogy mit csinálok. Na akkor kezdjünk is a bemutatását az operációs rendszernek. Itt van egy olyan úgy néz ki, mint a start menü, de nem start mégse, és akkor itt szépen kategóriák szerint be vannak sorokoztatva, miként milyen applikációkat vannak, szóval mindenbe ami kell, de itt van egy archív, csomagoló van, karaktermap, van egy diszkfigyelő, merevleszfigyelő, van egy számológép, fényképnézegető, szövegszerkezető, meg egy jegyzettömb. Akkor van a grafikai része, van egy PDF olvasó, van egy Paint, meg van egy letapogató olvasó. Van az internetre, Firefox, aztán egy Pidgin böngé levelező, Szálfűn, meg egy torrentozó kliens. Az Office van, alapban van egy AbiWord, meg egy számoló matematikai, olyan mint az Excel, GNU/Meric. Shown videóban található az Alza Mixer, Alza Player, Game Player, Kutzfiel, Ops. Az Ops az már nem lehet, azt már telepítve lehet föl. Meg a hallható legyen a hangom, a hangdriverokat mellé. System Tools-ba. Ez, itt az az FCTX, Ubuntu, Software Központ, Elix Terminal, Network, nyomtatók, frissítőkezelő, Startup Discreator, Syncip, csomagkezelés, egy szimpatik csomagkezelő, egy hardware tesztelő, egy feladatfigyelő, hónap és óra beállítás, meg egy felhasználó kezelő. Beállításoknál van a automatikus driver keresés, Bluetooth, egy témakezelő, ez is egy témakezelő, megint egy RMX, merevlemez. Ezek vannak, még egy szoftver, a lényegében meg is mutatom, miért is érdemesebb ezt használni. Itt van a legszebb része neki, a Software Updater. Rámegyek. Megkeresi a milyen applikációkat is használok. Kicsit várni kell, hogy betöltődjön, és akkor azt írja ki, hogy folyt, de nem erre kell rájönni, hanem ok. Majd kicsit várakozni kell vele. És itt van, meg is találta. És akkor meg is mutassa, hogy mit is fogok frissíteni. Ez a beállítások óta. És van ilyen beállítás, hogy itt van, itt már külön, hogy amit hozzáadtam a Google-t is, itt pirossal vannak a Lopsot, vannak a felhasználók, hogy minden nap nézze le, Daily Weekly, meg hogy verzió frissítés, hogy tovább támogatott verzió legyen. Van ilyen, hogy Outlets-en, kelyek, driverek, minden, close, most bezártam. Meg is mutassunk, amire kaptunk frissítést, például JavaScript-re,
Google Talkra, meg el Ubuntu Error Tracks, Sumpersia. Rányomok, hogy frissítés. Szóval megvárom, hogy betöltődjön, majd ennyi, addig tovább mutatom a funkcióit. Itt van egy terminál, amit nagyon könnyen lehet kezelni, például itt a Ctrl plusz a T kombinációval elején egy terminátorunk, és akkor például valami alkalmazást akarunk telepíteni, akkor sudo apt cu név, és akkor fel kiri a kódot, sosem fogom még találni, ennyi volna most. Akkor itt valami alapú, benne van még a Genome Player, nem nagy valami duradás. Itt a valami érdekesebb benne, például mint a Cosmic Look and Feel, testre szavás. És akkor itt ki lehet választani, milyen widget legyen. Ubuntu Default, vagy Redmond, Vist. Akkor van color, vagy ikon téma, például lehet a GNM-os. Dark panel, például mouse cursor is lehet változtatni, de lehet telepíteni is. Például target Z ikon témába, azt is nem tudom, hogyan lehet. Default font. Ilyenek lettek az ikonaim, de ezek nem tetszenek. Most így jobban tetszenek. Ezek hogy is haladsz? Frissítette. Ezt a, akkor itt van még egy funkciója. Most bemutatónak kb. Ennyi volt a videó, az azért használom ezt a rendszert, mert nem kell érte fizetni. Nyilvánvaló, hogy nem fogok fizetni egy más fizetési szoftverét, ami fizetni kell, mert az pénz kidobás, ez teljes mértékben ingyen használható, ezért pénzt nem kell adni. Nem úgy, mint amúgy ezért elméletileg biztonságosabb, de mennyire azt nem lehet tudni rajta. Nincs emetek annyi vírus, de ez sem nem biztos, hogy rámondtak, hogy nincs rajta vírus. Ez is használom, mert amúgy meg eléggé sok mindent tud. Egyszerűbb. Kinézhető, nem a újítanak, te döntöd el, hogy mi legyen vele, meg egyéb más okok miatt. Legális az az egyé. Ennyi volna ez a videó. De a Ubuntu 16.04 bemutatása. Üdvözlöm Önöket, ismét itt vagyok, hogy bemutassam, miért is egyszerűbb Ubuntu-t használni, mint a Mazda-t. Legisegesen egy egyszerű funkciót mutatnák be. Legelején a terminál használatát, megnyomjuk, hogy Ctrl plusz a T, és ugyanugrik a terminál aplagunk. És ide például mit is akarunk telepíteni. Én most fel akarom telepíteni a Insta, milyen lejátszót is akarok, például a VLC-t. Szépen lassacskán letöltögeti.
szépen lassan, most már tölti, nem sokára feltölti, látszik, hogy milyen csomagokat tölt le, most éppenséggel csomagolja, majd felrakja. Megnyomunk egy exitet. Majd most ellenőrizzünk, hogy minden csomagot te felraktunk hozzá a kiegészítőt. Ez a legegyszerűbben úgy lehet, hogy rámegyünk, hogy a szimpatik csomagkezelőre. Majd bérem a keresőbe azt az a kulcsszavat, hogy VLC. Látnám, mindent raktunk fel. Akkor kijön a verzió. Meg kell nézni a verzió számot, hogy 206-os. Lehet ezt plugint is fel lehet rakni, ha interneten nézzünk valami tévéműsort. Nehogy befizettünk volna egy tévi szolgáltatónak. Érte? Majd itt kidobja egy három darab csomagot. Három darab csomagot nem. Fog frissíteni majd 8 újat. És akkor hogy ez, majd ezt szépen megcsinálja. Rámegyek, hogy automatikusan bezárja. Ez a videó most csak erről szólt. Hogyan lehet erre telepíteni egyszerűen egy csomag, egy lejátszó programot. Ennyi volt. Nem kell megijedni, hogy nem úgy, mint a Windowsnál, hogy letöltöd, rányomod, hogy setup.exe, exe, enter, enter nyomsz, hanem szépen itt a utánanéző. Vagy a terminálban bérod minden összes kívánt csomagot, amit te akarsz tölteni, vagy a szimpatikkal átnézed, hogy mit kell telepíteni, vagy még egy megoldás, hogy megnyitod a programnak a fejlesztői weboldalát, majd ottan ki van írva a szoftver csatorna, rányomod, hogy Enter, elfogadod, hogy te onnan akarsz tölteni, vagyis akkor onnan feltelepíted a csomagot. De az nem annyira biztonságos, jobb, hogyha az Ubuntu-nak csak a ellenőrzött csomagjait használni, de hogyha nagyon kell az a szoftver, ami nincsen benne a ellenőrzött Ubuntu csomagjában, akkor képtelen vagy hozzáadni a fejlesztői oldalt, például az Ops is onnan van meg, hogy nem a Ubuntu-ból töltöttem le, hanem a fejlesztőnek a weboldaláról. Beírtam a szoftver csatornát, a kejt, és majd feltelepítette, felrakta a terminálba. A terminálta nem kell megijedni, nagyon jó kis dolog, sokkal jobb, mint ahogy mindig csak annyi nyomsz, hogy tovább, itt kicsit gépelgetsz, olyan jobb. Amint a DOS ablak tovább fejlődött, nem úgy, mint a Motta Windowsnak teljesen meg akarják szüntelni, grafikus felett minden. Ennyi az Ops is, ahonnan jön. Itt van, kiválasztottam a képernyő megosztást. Itt van, hogy mennyi sebességgel streamelnek. Hát ennyi a mostani videó. Remélhetőleg értettétek, mit akartam el tudatni. Ha nem, akkor nyugodtan írjátok meg véleményekkel, a kommentekre válaszolni fogok. Ha még nem, az vessem. Ha nem valami ég marhasság, akkor meg nem válaszolok rájuk. Ennyi volt a videóm.
és rámegyek arra. Üdvözlöm Önöket ismét, most azért vagyok, hogy megmutassam, hogy miért is érdemesebb ezt iskolai célokra használni, ezt a Ubuntu-t, ezt a nyitforráskódó szoftvert, mert rengeteg sok program az iskolához kell, ezen található meg, például egy ilyen a kedvelt program, a GeoGebra. Egyszerűen bérem azt, hogy GeoGebra. Szimpatikba, majd rámegyek, hogy keresés, és meg is találta. Ez nem kell, ezt a kettőt fel kell rakni. Vagy csak az egyikkel, nem tudom, most milyen ellenőrzünk. Rámegyek, hogy Apple, leokézom. Már tölti. Alapban nézve alig van valami oktatáshoz szolgáló program, az egész rendszeren alig van valami, nagyon még van fosztva minden egyes funkciótól. Hát de hozzá lehet simán adni. Ez azért van így, hogy régi gépekre, ilyen 13 éves gépekre van, ha eredetileg kifejlesztve. Ha nem akar valami nagyon csicsás gépet, annak megtesz ez a lebutított asztali környezet is. Most fel is raktunk az alkalmazást, és megjelenik egy újabb asztali ikonunk az, hogy Education. Annyit jelent, mint hogy Education, mint hogy tanulás, oktatás, de nem jelent meg. Ez nyilvánvaló azért, hogy fel kellett volna telepítenem a másik csomagot is. GMO-t, FV, és akkor. Ez úgy tűnik, hogy mindig nem jelent meg. Se baj, se nincsen. Akkor annyit kell tenni, mint hogy. Hogy még nincs valami. Meg. Most amiatt nem akar megjelenni, semmi gond se. Ki kell írni. Kujtolunk. És majd alátra rámegyünk, hogy. Üdvözlöm Önöket ismét. Előbb megálltunk, hogy a GeoGebra valami véget nem akar megjelenni. A menübe, hogy oktatás. Most nem jelent meg. Vagy lehet, hogy az újabb kernel verzió miatt, ami a 4.10-es, és ez miatt nem fog megjelenni. És ahogy most utána nézzünk, hogy másik módszerre fogjunk feltelepíteni a GeoGebra-t. Vagy rámegyünk, hogy Internet. Bírom, hogy Geo. És a GeoGebra. És akkor van egy ilyen, hogy. Kiasszunk azt, hogy Linux. És automatikusan adja, hogy ezt le kell töltenünk. Ezt letöltsünk a mappát. Legyen letöltés. Majd.
amikor letöltöttünk, akkor elindítsunk a GDevit, a GDevit is fel kell telepíteni, mint a terminálba, ctrl, plusz t, azt már megtettem, és fel van telepítve ez a kettő csomag, ami ahhoz kell, és már nincsen több, tehát nem kell hozzá. Most letöltöttem, majd elindítsuk itt. Most elindítsa szépen, nyugodtan. Addig úgy tűnik útközben meg is jelent az oktatásikon, ha már a GeoGebra föl van rakva. Most amikor felrakja. Mi a másik szoftver csatornával, ami gond volt. Lenyisztem, hogy az oszba minden működik. Nem működik. És várunk egy kicsikét, hogy felrakja, majd aztán is teszteljünk, hogy működik, képes-e, vagy nem. Most várunk, szerintem már felrakta. És ott ki fog jönni az is, hogy reinstall vagy unistall. Reinstall vagy unistall, remove, pass, patch break. Most már felraktunk rá, most kiderül, hogy működik vagy nem. Működik. Rendesen. Húzunk és próbáljunk is ki a funkcióit. Kéri, hogy jelentkezzünk be. Hát ezt nem akarom.
szint láttam ilyesmi. Kis utolsó, még 3D grafikát is. Hogy néz ki ez a tűzvényünk? De ahogy így néz ki. Szépen megforgatom. Most visszajött a grafika, lehet mozgatni, nagyítani, és a függvényünk így néz ki. Rajzoltunk vele, például tudunk még hozzáadni egy másik függvényt is, például A egyenlő. Elég lesz, hogy működőképes rajta. GeoGebra a lényeg az ott a videónak, hogy nem kell az oktatás véget. Drága Windows-t megvenni, inkább éljünk a lehetőséggel, hogy vannak szabad nyílforráskódú szoftverek. Tehát vele még modellezni is 3D-be. Köszönöm a figyelmüket, remélem, hogy ha van valami véleményetek a videóról, nyugodtan írjátok.